Ez az életmódnak a következménye. Tehát az életmód terjed a globalizációval, és ez civilizációs átalakulás. Tehát ez ellen nem nagyon lehet mit tenni. Magyar Tóth Kálmán, a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektorhelyettese a hipertóniáról. Magyarországon közel 4 millió embert érint a vérnyomás probléma, és a betegek fele nem is tudja, hogy nem egészséges, hiszen nincsenek tünetek. Egy nem reprezentatív felmérés szerint Tolnamegyében az országos átlaghoz képest is rosszabb a helyzet. A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy addig, amíg a országos átlag szerint mondjuk 45%-a jól kontrollált a hipertóniás betegeknek, vagyis 140/90 alatti a vérnyomása, ez Tolna megyében, szégyen ezt mondani, de 26% az országban a legrosszabb. Na ezért van itt ez a rendezvény. Az első számú ok az életmódban van, de az életmódváltás nem elég, mert akit kiszűrnek, egész életükben kezelésre szorulnak. A globalizálódó világban ezek a népbetegségek, mint például a magas vérnyomás betegség, de ugyanúgy mondhatnám a cukorbetegséget, ugye a túlsúly, kövérség, ami önmagában is betegségnek tekinthető, ezek iszonyatos módon terjednek. Tehát az életmódi szokásoknak ebbe óriási szerepe van, a testmozgás hiányának, ülő életmódnak, de természetesen ugye egyéb rizikófaktoroknak is, mint a különböző táplálkozási tényezőknek, mint a dohányzásnak, és hát azért a stressznek. A felnőttkori rizikófaktorokat nagyon fiatalon összeszedik az emberek. A közhiedelem szerint a nők védettebbek a hipertóniától, de az adatok szerint ez nem állja meg a helyét. A nők szívbetegségeiről, a nők hipertóniáról kevesebb szó esik, pedig vannak olyan életkori tartományok, ahol a nőket ez nagyobb veszélynek teszi ki, nagyobb a halálozása, mint az azonos korú férfiaknak. Hát nagyon fontos, hogy nőkre is gondoljunk mindig, még annak ellenére is, hogy azt gondoljuk, hogy őket a nőiségük, az ösztrogén védi egy bizonyos korig. Sajnos ez a mostani felgyorsult életmód, a túlsúly, a dohányzás vonatkozásában ez nem igaz, hogy valaki menopauza előtt még védett lenne a hipertónia vagy a szívérendszeri betegségekkel szemben. A Dunántúlon ez az első magas vérnyomás problémával átfogóan foglalkozó konferencia.